múlt vasárnap az MSZP kongresszusán létrejött a Változás Szövetsége. A kongresszus úgy döntött, hogy az MSZP és a Párbeszéd közös listát állít, de a DK-val is megállapodtak. Így minden választókerületben csak egy jelölt lesz. Miskolcon például az egyes választókerületben Debreceni József közírót, a DK jelöltjét indítják a baloldali pártok. Mindenki ismeri azt a demokratikus elkötelezettségét, hogy azért fog dolgozni, hogy ebben az országban ismét visszaálljon a jog, visszaálljon a biztonság, és egyfajta jövőkép legyen. És egy olyan városért is fog dolgozni, amire nem az lesz jellemző, hogy tízezrek hagyják el, és zárják be a kaput maguk után. Debreceni József programjában olyan pontok szerepelnek, mint a demokrácia visszaállítása, a negyedik magyar köztársaság, vagy az egészségügy fejlesztése és a nyugdíjak rendezése. Reális esélyem van a mandátum szerzésre. A kettes választókerületben újra Varga László, az MSZP jelöltje száll ringbe, aki a közbiztonság és a rendőrség megerősítését emelte ki programjából, de a Diósgyőri kórházat is fejlesztené. Számtalan olyan problémás ponton a választókerületben, amiért küzdeni fogok, ami kapcsán felháborodott a lakosság és én magam is. Ilyen a Diósgyőri strand ügye, újra kell nyitni ezt a strandot. A légszennyezés kapcsán újabb fejlesztések szükségesek, hiszen sokszor elviselhetetlen ez az állapot. És természetesen a Diósgyőri kórházat fejleszteni kell. Varga László megduplázná az öregségi nyugdíjminimumot, de emelné a munkabéreket is, amivel elmondása szerint létbiztonságot teremtene az itt élőknek.